Na cső, sziasztok, itt Brózilla! Hát szeretném veletek megosztani a kis Nocturne Guide-omat, hogy miként szoktam vele feltalálni magam. Láttátok, hogy nagyon-nagyon szépet megyek vele, nagyon-nagyon szépet climboltam, jelenleg már végre meg vagyok újra master, megszakadt a stack, úgyhogy haladhatunk tovább. Kezdjünk is bele! Nagyon-nagyon lényeges, tehát legelőször is mivel kezdünk? Legfontosabb itemekre ugyebár a Nocturne-re. Én személy szerint, amit imádok rajta, az a Deathblade, a Runan és az Infinity. Tehát mi kell ehhez neked? Töménytelen mennyiségű kard kezdés. Csak is szigorúan kardra mész minden egyes karusszelben. A jelenlegi meta ezt még egyelőre megengedi, addig, ameddig nem fog ez elterjedni. Szóval hajrá, szedjed a kardokat, nyomjad neki. Na most, hogy néz ki javarészt egy nocturne-ös kezdésed? Nocturne-ös kezdésed az úgy néz ki, hogy Gragas Kha'Zix, ugyebár ezzel már is megvan a Dawnbringered, ami elég tankos lesz ahhoz, hogy megindítsa neked a játékodat. Javarészt ehhez szokott még ugye csatlakozni Warwick. Így néz ki a level 3-ad. Ha addig netán kapsz egy LeBlancot, akkor kiszintezel, és kirakod a LeBlancot. Amire nagyon figyelj, hogy a szélén legyen a Kha'Zixod, mivel az új target rendszernek köszönhetően sajnos az assassinok kicsit pepegák és hajlamosak beakadni a harmadik sorba is. És akkor lehúzzák ugye a tankokra a fókuszt. Ezért amit nagyon-nagyon ajánlanék, hogy a Kha'Zixot rakjátok ilyenkor még a szélére, azért, mert ugyebár a Kha'Zix, az, ha izolál damage-et tol ki, akkor 750 damage-el egy csillagos verzióba, 1050-et pedig két csillagosba, ami garantáltan one-shotolni fogja az enemy teamet. Mindig nézzetek szét, hogy hány csapatnak van jobb hátul a carry-e, vagy bal hátul, aszerint helyezd el a Kha'Zixot. Logikus, hogyha 8 ember, vagyis 7 embernél ugye már te vagy a 8-dik, ha 7 emberből 6-nak jobbról van, akkor jobb oldal tartod a Kha'Zixodat. Tehát, ha megkapod a LeBlancot, abban az esetben szintezel ki, és kiteszed ide. A pozíciója megint azért fontos, ugyebár itt is a Kha'Zixnál. Miért raktam így le a Gragas-t és a Warwick-ot? A Gragas-ra mehetnek bármilyen tankos itemek, mivel ő rajta nagyon-nagyon tud ezt kamatozni, mivel a Dawnbringer mindig vissza fogja healelni. A Gragas-nál a lényeg, hogy megkapja a legelső fókuszt, és ő kezdjék el pumpálni. A Warwick-od az itt van mögötte, azért, hogy ő később kapja meg a fókuszt, csak is akkor, ha már a Gragas meghalt. Azért, hogy a Gragas-nak minél jobban kihasználd a tankosságát. Tehát így is úgyis ide fel fog sétálni, annyi különbséggel, hogy nem ölik meg 2 másodperc alatt a Warwick-odat, nem fordulnak át a Kha'Zixodra róla, és nem pumpálják szét a fejed, hanem így használod ki a csapatok ide, kicsit körbeveszik a Gragas-t ugye, a Kha'Zixod meg a LeBlancot tudja szépen hátulról heggeszteni a tímet. Na most, ameddig próbálod összeszedni a kardokat, tegyük fel, hogy neked éppen szerencséd volt és összejött a DB része, ugyebár az a két kard. Azt már is rögtön rá tudod tenni Kha'Zixra, mint hordozó. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem tri-sztározod ki a Kha'Zixot. Ha megvan a 3 darab Kha'Zixod, ugye amiből lesz a 2 csillagos Kha'Zixod, félrerakod a Kha'Zixokat, de csak is addig, hogy maximum legyen még egy Kha'Zixod, ami 2 csillagos. Abból tudsz esetleg akkor így megcsinálod, hogy a két szélébe lesz 2 Kha'Zixod ideiglenesen, egyiken hordozod a Nokinak az itemjeit, addig, ameddig nincs meg a Nocturne-ed, a másik az meg ugye szedi a másik sarokban lévő carry. Amit viszont jobban ajánlanék neked, hogyha lassan ugye ez most már így level 5. Tehát krugoknál tartunk, ugye már ugye level 5-ön vagyunk, legyenek így talán kint a unitjaid, a karakterjaid. Level 6-on viszont amit ajánlanék, nem rollolsz értük, csak is hogy addig, ha találsz, szedd ki nagy eséllyel, amit találni fogsz, a Soraka. Illetve, ha szerencséd van, találsz addig egy vagy Rivent, vagy pedig Nidalit. Jobb esetben jobban szeretem a Rivent. Tehát így fog kinézni neked a level 6-od. Miért fog így kinézni a level 6-od? Azért néz ki így a level 6-od, mert ekkor már megvan a 4 Dawnbringer. 2-esre ugye már a Gragasunk, nem rollolsz érte,
tényleg nem rollunk semmilyen unitért itt jelenleg, szintezünk level 6-ra, erősítsük a csapatunkat. Nagyon fontos, hogy a Gragas hordozza neked az itemeket, a tankosokat, Kha'Zixon pedig a Nocturne-nek az itemjeit rakod össze. Prio item alatt legelőször DB, majd utána Vashima runán, vagy Shadow runán. Infinity-t meg Shadow DB, nagyon kivételes esetben, ha nem tudod másképp összehozni, oké, Shadow DB. De Shadow Infinity-t semmiféleképp nem raksz rá. Tegyük fel, hogy nekünk így jött ki, hogy az egyik a sima, ez lesz Shadow, meg kijött ugyebár a sima Infinity, mivel a Shadow Infinity-t el sem fogadjuk. Ha nem tudsz Infinity-t csinálni, akkor akár jó még egy Last Whisper is rá, ugyebár az armort, hogy degradáld az ellenfél csapatán. Na most, két Assassin, négy Dawnbringerünk megvan. Ez nekünk a level 6-os playünk. Megmondom neked, hogy mi a level 7-es played. Tehát a level 7-es play, ugyebár a harmadik stage-en járunk, lassan érünk el a farkasokig. A farkasoknál tegyük fel, hogy addigra neked már egy darab Nocturne-ed előfordult, és félre raktad. Még nem rakod ki? Még nem. Illetve ugye megvan a felesleges Kha'Zixod, amit majd lecserélsz. De mégis most tartod még mindig meg a Nocturne-t, és még nem használod. Mondom neked, hogy mi nagyon-nagyon fontos ebbe. Kamatoztatod még mindig a négy Dawnbringert, erősebb vagy vele még. Elértünk a farkasokig. Farkasokból ugye tegyük fel, ott onnan kijött még az Infinity része. Nagyon jó, használjuk ugye a Kha'Zixon, kilőttük a level 7-et, kirakjuk a Nokit, ez a level 7, rollolsz lefelé addig, ameddig nem jön ki kettesre a Noki. Mi az előnye annak, hogy egyelőre használjuk Riven-t? Riven is tier 3-as karakter, vagyis a 3 a goldos karakter növeli a 3 goldos karakternek az előfordulási esélyét. Addig rollolsz le, miközben rollolsz lefelé, szeded kifelé level 7-en, ha nagyon nagy szerencséd van és világ megváltó lakkod van, kiveszed a Volibert ugye, a Revenant miatt, viszont akit keresel még, addig rollolsz, ameddig a Nocturne-ed nem lesz két csillagos. Ha két csillagos lesz a Nocturne-ed, adod el a Kha'Zixot és teszed át rá az itemeket. Tehát szabályosan ezt csinálod, hogy eladod a Kha'Zixot, kirakod az üres Kha'Zixodat, ha netán nem, addig nincs másik Kha'Zixod, ne aggódj rajta, jönni fog Katarina, ő is ugye három goldos karakter, ő is ugyanúgy növelni fogja az esélyét a Nokinak. Tehát teljesen rendben van, de nem kéne, hogy ebből probléma legyen. Na most, ha megvan a két csillagos Nocturne-ed, akkor amit még vadászol mellé, az egy darab Ivern. Mivel az Ivernnel meg lesz neked ugyebár a Dawnbringered. Ilyenkor, mikor már megvan a Dawnbringered, akkor javarészt én... Hát igazából pozícionálhatsz így is. Tehát ez 2, 4, 6, 8. Ez a level 8, ugye? Tehát itt ugye Katarinát még ideiglenesen játszottam. Tehát a Katarina az jön be a Sorakának a helyére, és így akkor megvan a 4 Assassin, 2 Revenant, 2 Brawler. A Brawler az ilyenkor már nem lényeges, tehát a Warwickot az megtarthatod helyette a Sorakát, mivel a Soraka az nagyon sokat tud degradálni az ellenfél csapatán. Hogy néz ki nekünk a level 8-as pivotunk, illetve hogy mit változtatunk még minimálisan a csapaton? Nagyon egyszerű, tehát legelől van még mindig a Gragas, azt ne érdekeljen téged, hogy 3 Dawnbringered van, neked ami a lényeg, hogy minél több assassinod legyen, mivel assassin carried van. Ha bármilyen tankos itemet kapsz, mehet a Gragasra, ha bármilyen AP itemed van, az mehet akár a LeBlancra, vagy pedig jelen esetben mivel buffolták, mehet a Katarinára is, tehát ilyen, hogy Blue, vagy Rabadon nyugodtan mehet rá, most már. Elér, tehát level 7-en csak is addig rollolsz, ameddig kettes nem lesz a Nocturne-ed, nem tovább. Ha megvan az, ő el fog vinni téged level 8-ig, garantálom neked. Középen tartjuk a Nokit, hogy ne akadjon be soha. Nagyon fontos, hogy két carry-vel körbevesszük így, hogy soha ne kapja meg a first focus-t a csapattól. Mert ha például így van mindenki, és ugye beugranak hátra az asszaszinok, akkor erről van Noki. Ha bármi történik a Gragasszal, vagy feldobják, a Nokit rögtön kifókuszálják és szétpumpálják a fejét, ami nagyon nem jó. Tehát ezért van az, hogy inkább így szoktam körbevenni,
hogy a Nokia az biztonságban legyen, és tudja scale-elni, vagyis hogy minél erősebb legyen rajta a Deblade, ugye hogy minél többet öl vele. Shadowrunnán beszéltünk meg, hogy van rajta, igen. Illetve a sima Infinity. Tankos item közül meg legyen például ez a Gragason. Elértünk level 8-ig. Mikor mész ki level 8-ra? Legegészségesebben stage 5-re fogsz megérkezni. A stage 5-1-nél ugye lövöd ki a levelt, van nagyjából 30-36 goldod rollolni. Mit keresel? Addig, ameddig nincs volibéred, megtartod a Dariust, vagy netán, ha nincs Dariusod, megtartod a Heimerdingert. Tegyük fel, hogy nekünk ideiglenesen Darius jött ki, meg a hiányzó assassinunk beérkezett végre a Diana is. Diana-t is az miatt rakod a szélére, mivel a szélébe vannak javarészt az ilyen ranger carry-k, mint például Aphelios, Varus, Vel'Koz, meg ezek, ahova szükséges ez a nagy CC, meg nagy damage. Tehát ez mindig nagyon figyeled, hogy a Diana-dat úgy rakjad lefelé. Ha ilyenkor találsz már esetleg szerencséből egy Viego-t, ugyebár hogy meglegyen mielőbb a 6 assassinod, akkor a Darius-t azt kirakod, és Viego-t használod helyette. Viego-t én javarészt úgy szeretem, hogy mellette legyen a Diana-nak. Miért szeretem ezt így? Mert ha csak tudok, akkor miután már megvan Nocturne-nek az összes item, akkor, ha sikerül összehoznom, egy sima loketot, csak is szigorúan sima loketot, nem Shadow loketot, sima loketot szoktam adni a LeBlanc-nak, és akkor mindenkinek ad egy kis shieldet, ami egy nagyon szép touch az egész kompozíciódra. Na most, mivel már ugye ez a két tankunk marad, az ellenfélnek meg már elég szép kis masszív damage-a van, ilyenkor már javarészt én így előre rakom ezeket. Majd pedig a tökéletes verziód úgy néz ki, level 8-on, hogy a Gragas-t leváltjuk Volibear-re, és a Gragas itemjeit átvisszük a Volibear-re, mivel ő nagyon-nagyon jó unit. A 3 Revenant kulcsfontosságú, mert rengeteg HP-t visszakapsz vele, nagyon fontos, a plusz damage belőle nagyon fontos minden a Revenant részéről. Személyesen én nem szoktam nagyon level 9-et vadászni, én inkább azt szoktam csinálni, hogy engedem, hogy összegyűjjön annyi goldom, mert ilyenkor, ha megvan neked level 8-on egészségesen, meg időben a Volibeared, Ivern-ed, illetve kettes Nokid, meg a 6 assassinod, ezzel biztos, hogy valamilyen szintig streakelni fogsz 3-4 kört. Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy amint már van 40-50 goldom, akkor utána rollolok, hogy mielőbb meg legyen 3-star Nokim, de mellette akiket kiveszek még, az legyen Katarina, hogy növeljem ugye a Nocturne-nek is az esélyét, valamint a Diana-kat. Normális, hogy ugye Viego-t meg Volibear-t kiveszed két csillagra, hogyha van akkor a szerencsét, hogy meg legyenek már level 8-on. De én is sokkal jobban szeretem a level 8-on való maradást és 3-starozni valamelyik egységemet ezek közül, mivel azok carry képesek. Tehát ha sietsz a level 9-re, és most mit raksz be? Mert mit tudsz berakni? Beraksz egy Forgottent, vagy beraksz egy Dragon Slayer-t? Nem fog annyit erősíteni a csapatodon, mint hogyha valamelyiket 3 csillagoznád. Úgyhogy a Nocturne carry-nél ezt tartom neked lényegesre. Ha netán nem jönnek ki az itemek a Nocturne-re, tehát nem jönnek AD-k, hanem például nálad a legelső PvE, vagyis a legelső, illetve a második PvE körből te kapsz spell crit revalót, vagy blue-ra, vagy tehát teljesen ilyen AP alapú itemeket. Tehát ha megkapod a két tiert, akkor azt a következő videóban megbeszéljük, hogy mit csinálsz vele, jó? Az én Nocturne buildem, amit én így jelenleg szoktam játszani, elég eredményesnek találom. Mint látjátok, mutatom is nektek mindjárt a match history-mat. Jelenleg ugyebár itt van Nocturne Game első hely, Nocturne Game első hely, akkor, és ez masterban, tehát ez már masterban, úgy képzeljétek el, hogy ez tehát akkor működőképes, tán. Második ugyebár 3-star Nokival,
Igen, a végső pozícionálása kicsit bajos, de alapszinteken, ha ezt megtanulod játszani, biztos, hogy első helyen leszel, mert ugye ott még nem tudják, hogy mit lehet ez ellen tenni. Második hely, harmadik hely, azt hiszem itt valahol lett egy hatodikon, mert későn jött ki a Noki, igen, mert nem rolloltam eleget érte level 7-en. Ez itt egy, de ez is hatodik, tehát nem nyolcadik, nem hetedik, hatodik lett, ami úgy szintén még nem rossz szerintem. Az ilyet ezt el kell fogadni, illetve itt van még egy harmadik gémen vele. Szóval, amint látjátok, elég szépen teljesít azért nálam ez a Nocturne, meg level 8-on azért elég sokszor ki is jön nekem a 3-star-ra, vagyis 3 csillagosra. Nagyon igyekeztem részletes lenni, lényegekre odafigyelni, pozíciókra figyeljetek, tehát, hogy a Diana-t, Kha'Zix-ot hogyan játszott meg. Erre nagyon-nagyon figyeljetek oda, hogy melyik oldalán kell, hogy legyen. Noki így is úgy is marad a közepén, viszont a legvégén rakott csak így előre a két tankot, addig pedig mindig úgy játszott, hogy ugye itt van a Gragas, mögötte pedig a másik. Én úgy hiszem, hogy ez elég informatív kis guide lett így. Nagyon szépen megköszönném, hogyha lájkolnátok a videót, illetve feliratkoznátok, ha még nem tettétek meg. Nagyon közel állunk az 1000 feliratkozóhoz. Ez a videó ennyi lenne, következőben pedig megmondom, hogy mit csinálj ebből a startból, hogyha más itemeket kapsz, jó? Na, addig is pedig jók legyetek, sziasztok, peace!